Hello mindenkinek, elindult a Restart élőben szokásosan. Hétfő van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az egész hét rendelkezésünkre áll még, hogy informatikai témákról értekezzünk. Nyugodtan jöjjetek és fogyasszátok az IT tartalmakat, én igyekszem veletek a műsor első felében a legfrissebb újdonságokat megosztani. Aztán persze jönnek a ti hozzászólásaitok, a képernyő alsó egyharmadán mindjárt megjelennek az elérhetőségek, és azonon keresztül tudtok hozzászólni a műsorhoz. Kezdjük is rögtön azzal, hogy bemutatkozott ugyebár a Galaxy széria legfrissebb tagja, ugye az S9-es, amelyet már nagyon régóta várunk, úgyhogy, vagy hát vártok jó páran, úgyhogy erről beszélgessünk egy picikét, amellett, hogy természetesen még a vasárnapi nap folyamán, amikor is a bemutató volt, még délelőtt kiszivárgott a bemutatkozó videó, emellett azért gyakorlatilag sikerült este 6 órakor bemutatni, magyar idő szerint 6 órakor az S9-et. Azt kell, hogy mondjam, én megnéztem a bemutatót, gyönyörű volt, meg minden úgy, ahogy azt ennek lennie kell, de igazából semmi újdonságot nem hozott az S9-es az S8-hoz képest. A kamerában van némi javulás, meg természetesen ugye, hogy már korábban is erről volt szó, az innováció jeleit lehet látni rajta, ám de azért, ha hardveresen kezdjük el kicsit vizslatni a készüléket, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából az idei csúcsmodellek nem ezt a lapkakészletet fogják használni. Ugye most a Samsungnak az Exynos az egy dolog, az egy elég jó, gyors és megbízható processzor, abból a legújabbat kapjuk természetesen. Viszont a Snapdragon oldalról, ami mondjuk Magyarországot annyira nem érinti, mert a világ többi részén lesz majd leginkább egyébként a Snapdragon processzorral szerelve majd az S9-es, azért abból nem a legújabbat tették bele, hiszen csak a 835-ös került bele a 845-ös helyett. Na de nézzük számokban, hogy egész pontosan mi is történt. Ja, ez volt az előbb, ez a véletlenül bemutatott, jó? Bocsánat, csak a másikat kell nekem itt megnyitnom. Rendhagyó és lenyűgöző kamerával robbant be a Samsung Galaxy S9, illetve 9 pluszos készülék, a várakozásoknak megfelelően menetrend szerint mutatkozott be a Samsung Galaxy S9, illetve 9 plusz. Az 5,8, illetve 6,2 hüvelykes készüléken alapvetően a tavalyi formavilágot örökítették meg, de a motorháztető alatt azért fontos és hasznos újdonságokat frissítettek. A plusz erőt, a kedvezőbb üzemidőt, ugye az Exynos 9810-es lapkakészlet garantálja, a megújult formában rendelkező új lenyomat olvasó, illetve a 12 megapixeles kamera került, ugye, hát az mondjuk az eddigiekben is az volt, csak itt ugye a retesz nyílással játszottak picikét, ami azt jelenti, hogy sokkal jobb képet csinál elvileg, még sötétben is a készülék, elmosódásoktól mentes felvételeket lehet vele készíteni. A bemutató és az eddig látottak elég ígéretesek, de természetesen majd mindenki az összehasonlító tesztekre lesz kíváncsi, ugye első körben, hogy milyen fotókra is képes a készülék. Videó szinten egy szuper lassítással prezentálták azt, hogy mennyire is jó a kamera. A szuper lassított felvétel 960 frame per másodperc, tehát 960 képkockát képes másodperc alatt, egy másodperc alatt rögzíteni. Igaz, hogy ez csak HD-ben, tehát hogy nem is full HD-ben, hanem ugye 720p-ben. Erre mindkettő készülék képes, gyakorlatilag ugye ezt már tavaly a Sony megcsinálta, tehát ez annyira nem egy nagy újdonság, de azért belekerült, mint csúcskészülék ebbe a modellbe is. 4K-s felvételeket tud maximum készíteni, 60 fps mellett ezt videó felvétel formájában is tudja, és természetesen támogatja a legújabb HEVC formátumot, tehát már nem is H264-ben, hanem H265-ben rögzít gyakorlatilag a kamera. A Samsung
viszont piac első abban, hogy a jeleneteket képes automatikusan szuper lassítani, tehát nem csak, hogy egy ilyen felvételt készít, hanem gyakorlatilag egy gombnyomásra ez a felvétel, ez így olyan menthető is, tehát nem kell hozzá semmilyen plusz program, illetve hát kell hozzá program, csak ezt ugye a Samsung alapból kínálja ebbe a mobilba. A lassítás időzítésére egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus van a segítségünkre, de persze manuálisan is irányíthatjuk a történéseket. Mindezek után könnyen szerkeszthető az anyag, GIF-ként is exportálhatunk, tehát rögtön animgifet is lehet készíteni a videóból, ráadásul három effekt is van, akár visszafelé is mehet a lassított felvétel. Tehát, hogy nem elég, hogy lassított, de még visszafelé is le lehet játszani, ezek nem újdonságok, ugye, aki picit is foglalkozik videóvágással, valószínűleg ilyeneket már tud alapból csinálni, de az, hogy 960 képkockát rögzít másodpercenként, az azt gondolom, hogy nagyon rendben van, tehát tényleg hiper-szuper lassított felvételeket lehet vele készíteni. Az S9 Pluson dupla kamera kapott helyet, egy második 12 megapixeles kamera, szintén elég jó rekesznyílással, ez szintén egy effekttel feldobva egész jó portréfotózást tesz lehetővé, illetve optikai zoomot is képes ezáltal a készülék használni, tehát nem csak digitálisan képes befelé közelíteni, hanem akár ugye optikai módon is, ahogy csak a tavalyi Note 8-as készülék esetén már ezt akik használták, vagy látták, vagy érzékelték, akkor gyakorlatilag ugyanerről beszélünk, tehát ezen a téren sem történt nagyon nagy fejlődés, csak egy picikét ugye a kamerának a minősége lett jobb. Az S9-be 9 Plus-ba 6 GB RAM került, és 64 GB tárhelyel, valamint egy 3500 mAh-s akkumulátorral érkezik, a kisebbik pedig 4 GB RAM-ot kapott, 64 GB tárhelyet, és 3000 mAh-s akkuval szerelték fel. Létezik mindkettőből természetesen nagyobb tárhelyű változat is, 256 GB-os a maximum, azzal lehet kérni, és természetesen ugye SD kártya, tehát micro SD kártya foglalat van mindkét telefonon, tehát akár további tárhelyet is lehet ennek segítségével belepakolni, akár 400 gigányit, hiszen körülbelül ennyit kezel le most micro SD-ben, ugye a SDAC-s megoldással ez a készülék. Az előlapi kamera 8 megapixeles, és képes beszkennelni az arcunkat személyre szabott emojikhez, tehát már ugyanúgy, ahogy ugye az Apple esetében, itt is ilyen animált animojik és egyéb más természetesen szoftveresen támogatnia kell a készüléknek. Az AR emoji csinál belőlünk rajzfilmszerű figurákat, ami minket követ és utánoz, vagyis gyakorlatilag kicsit más utat választott a Samsung, mint az Apple. Kérhetek egy zsebkendőt, Gábor, mert ez így nem lesz az igazi számomra ez a mai nap, úgy érzem. Android 8.1-essel érkezik a készülék, azt gondolom ez az egyik legnagyobb meglepetés, hiszen nem is 8-as, hanem 8.1-es, ugyan itt tartunk jelenleg. Szegény ugye S8-asok, meg S7-esek még nem kapták meg az Android, illetve az Oreo frissítést, az S9-esnél kapásból a 8.1-es verzióval érkezik. És természetesen egy új felületről is beszélhetünk, ez a Grace UX felület, amelyben ugye az intelligens szkennelés ugye az újítás, tehát gyakorlatilag egyfajta arcfelismerő, köszönöm szépen, arcfelismerő megoldás van benne, amely állítólagosan állítólagosan gyorsabban és megbízhatóbban működik, legalábbis a bemutató alapján, meg az elmondottak alapján, mint az iPhone-nak a Face ID-ja. Hát ezt majd ugye jönnek a versengések úgyis az interneten, tehát ezt majd leboxolja egymással a két a rivális, meg azok rajongói, ugye a fanok, hogy na akkor most kié is oldja föl gyorsabban, nem mintha az a pár tized másodperc olyan nagyon sokat számítana, de természetesen úgyis lesz ebből is majd valamiféle nemulas, és az internet össze fog veszni a két modellent szokás szerint. Hát és a Bixby pedig már képes élőben is fordítani, természetesen Magyarországon ez nem lesz elérhető, tehát igazából erre annyira túlságosan nem érdemes számítani. Kijelző. Maradtunk a 2000,
960x1440-es felbontású kijelzőnél, USB-C maradt ugye a töltési lehetőség, illetve a kommunikációs port, megmaradt a jack csatlakozó, ez egy pluszpontnak számít, sokan azt gondolták, hogy a Samsung is elhagyja, nem hagyta el, megmaradt a jack csatlakozó, vezeték nélküli gyors töltés, illetve IP68-as por és vízállósággal bír a készülék, sztereó hangszórópárt kapott, aminek ugye mobilban túl sok értelme nincsen, de azért a hangzást valamennyire szebbé teszi, és természetesen Bluetooth 5.0-ás támogatást kapott, az LTE modem pedig 1,2 gigabit per másodperces letöltési sebességet is támogatja. A Samsung bemutatója alatt odaszólt az iPhone 10-nek, nem is tartotta, tehát ugye azzal, hogy megtartotta az új lenyomat olvasót és a jack csatlakozót, valamint ugye SD slotot is kínál a telefonba, tehát ugye ezek az elég fontos tényezők tudnak lenni egy mobilnál, hogy ugye legyen több tárhelyünk, tudjuk hova tárolni a filmjeinket, vagy a videókat, amiket készítettünk a kamerával, tudjunk zenét hallgatni, és ne kelljen hozzá mindenféle egyéb kütyüket bevásárolni, mindenki a kedvenc fülhallgatóját bármikor hozzáköthetheti a telefonhoz, és hát ugye az új lenyomat olvasó, ami azt gondolom, hogy azért még mindig az azonosításnak az egyik legelterjedtebb formája mostanság, és talán a legmegbízhatóbbnak is bizonyul. Hiába Face ID ide, vagy arcazonosítás oda, azért a régi jó dolgokat nem gondolom, hogy ki kéne szedni a készülékből. Az Apple így gondolja, a Samsung meg úgy gondolja, hogy benne hagyja, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokaknak a tetszését elnyeri. Ennyi. A kijelzőből nem vágtak ki semennyit. Persze a keret egy nagyon picit nagyobb, mint az iPhone 10 készüléké, és a kamerarendszer sem annyira komplex, mint az Apple megoldása, de gyakorlatilag azért az előlapi kamera is ugyan maga 8 megapixelű egész jó képet képes készíteni, ugye a selfie esetén, és hát az arcazonosításra is tökéletesen megfelel, tehát innentől kezdve a funkcióját ellátja. Új DeX pad is érkezik, ugye az asztali géppé való átalakításhoz, méghozzá úgy, hogy az okostelefon lehet maga az érintőpad és a billentyűzet is, vagyis nem muszáj kiegészítőket bevetni a nagy kijelző mellé, tehát gyakorlatilag lehet használni a telefonunkat, ugye tapipadnak, illetve a billentyűzetét használhatjuk a továbbiakban is, ha szeretnénk a nagy képernyőre, tehát ugye a tévéhez hozzákötött megoldásként, tehát nem muszáj billentyűzeteteket vásárolni, bár ez már a legkevesebb, természetesen hozzá lehet kötni, hiszen ugyanúgy USB-n keresztül képes vele kommunikálni. Itt a maximális felbontás 2560x1440-es, HDMI port van természetesen az új DeX-en, valamint két teljes méretű USB csatlakozó is helyet kapott az USB-C mellett, tehát még több dolgot rá lehet kötni, bár ugye ez is megoldható volt eddig is egy USB hubbal. Tehát ha valaki pendrive-ot vagy külső Winchestert szeretne rádugni esetleg a telefonjára, hogyha már asztali környezetről beszélünk, akkor ugye ezt is meg tudja tenni. És hát ugye bár az árakról is essen egy-két szó, ez ugye sokakat gondolom én érdekel, az előrendelés már elindult, a tegnapi nap folyamán a boltokba március 16-án fog megérkezni, és ha minden igaz, akkor a belépő modellek, tehát ugye a 64 gigás változat a kisebbikből, tehát a sima S9-esből 280 ezres árcédulát fog kapni, a nagyobbból pedig, tehát az S9 Plus pedig 310 ezer forintos árcédulától indul. Ez azt jelenti, hogy innen csak fölfelé, tehát ez a legkisebb modell. Tehát nem lett olcsó, ezt ugye tudtuk. Úgyhogy igazából az az igazság, hogy mindent tudunk, tudtunk eddig is, túl sok újdonságot nem mutattak, egy-két képet azért most már igazi képeket tudok nektek mutatni, hogyha érdekel benneteket. Itt láthatók hátulról a készülékek, ezek a színek egyébként, amelyben elérhető, tehát van ilyen kékes, szürke, hát ilyen rózsaszínes, lilás és fekete színekben érhető el első körben, aztán persze majd lesznek ilyen extra kiadások, mint ahogy már szintén ezt is a korábbi modelleknél láthattuk.
Hát azt mondják, hogy nem változott a keret, de azért ezen a képen, mintha egy kicsikét olyan szűkebbnek, kisebbnek látszana. Ezt is azért így megmutathatjuk. Tehát gyakorlatilag azért az S8-hoz képest, bár szerintem lehet, hogy torzít egy picit ez a kép, mert hogy nem tudom, nekem olyan picit olyan furcsa a telefon, mint egy kicsit széles lenne. Tehát hogy azért ez azért így keskenyebb, nem? Nem keskenyebb? A képhez képest, megpróbálok, ott van a fejem mellett, nem látszik annyira, de szerintem ez azért így hosszúkásabb. Tehát lehet, hogy egy picit el van nyújtva ott a kép. Jó, ez egy S8, az S9 is ilyen, tehát méretben nem változott semmi. Lehet, hogy csak a kép torzít egy picikét. Hát az emojiket most hagyjuk. Ennyi. Ennyi tudok róla igazán mondani. Aki természetesen bőven érdekelnek a paraméterek, STB, most csak így elsorolgattam. Utána lehet járni az interneten, tehát előrendelések már el is indultak. Úgyhogy... Jó! És hát akkor, ha már itt tartunk, a tegnapi nap folyamán természetesen elindult a Mobile World Congress is, illetve hát a nulladik napja, ma már ugye az első nap van, és nem csak a Samsung, hanem más gyártók is természetesen bemutatták a legújabb készülékeiket, nem csak mobilt, annak ellenére, hogy ez egy mobil világkiállítás, hanem laptopok is bemutatkoztak, majd ezekről is mindjárt beszélek. Barcelonában ugye minden évben megrendezik ezt a bizonyos mobil kiállítást, amely hát most kivételesen nem annyira tavasziasra sikeredett, mert Barcelonában is elég hideg van, de azért az új telefonok egy új kezdetet jeleznek, úgyhogy érdemes végignézni, hogy gyakorlatilag miket is mutattak be. Samsung, az Alcatel, illetve a Sony, meg a Nokia már a nulladik napon bemutatta ugye a készülékeit. Nézzük az Alcatelt, az egy eléggé ugye, hát ismert márkanév, de annyira nem ismertek az okostelefonjai. Általában belépő szintű kategóriás okostelefonok piacán szokott az Alcatel elég jól szerepelni. A francia márkanévvel nyomuló kínai gyártó már bejelentette a telefonjait, a jól bevált szokásához híven az alsóbb árkategóriában igyekszik megtartani a pozícióit. Az Alcatel One X, 3, 3V, 3X, illetve 5 elnevezésű mobilokban egy közös pont van, ami az egész iparág eddigi legnagyobb trendjét erősíti, mindegyiknek 18-9-es képarányú a kijelzője. Tehát most ugye 2018-ban ez a 18-9-es képarány lesz a menő. A teljes előlapot befedő kijelzők, a trükkösen el- vagy áthelyezett ugye, új lenyomat olvasók, illetve a fekete csíkkal szegélyezett 16-9-es videókével lesz ez az idei, ahogy ezt itt a cikkben is mondják. Huawei. Bizonyos szempontból időrendi sorrendbe nézzük tovább akkor a sajtótájékoztatókat, ahogy ugye a Mobile World Congressen is zajlottak. A Huawei sajtótájékoztatója volt az első vasárnap, amire természetesen elég nagy volt az érdeklődés. Az már szinte biztos, hogy nem telefont mutattak be, majd mindjárt mondjuk, hogy mit, mert már kaptunk meghívót, vagy kikerültek már ugye a meghívók a március végén esedékes sajtótájékoztatóra is, ahol nagy valószínűséggel majd a P20-as készüléket fogják prezentálni. A korábbi években a Huawei a MateBook nevű laptopját, illetve táblagépét mutatta be itt Barcelonában a mobil világkiállításon, úgyhogy idén is ez történt. Egyébként majd mindjárt mondok róla részleteket is. Nokia. Nagyon sokan várják ugye a Nokia újdonságait, aki visszatérő az okostelefon piacra, tehát a mobil piacra maradjunk ennyiben. A pletykák egy Nokia 7-es nevű mobilról szólnak, amely szupererős középkategóriás Snapdragon 660-as lapkakészlettel érkezik, 6 illetve 4 gigabájtos RAM-mal szerelve, és ami izgalmasabb, hogy itt is elég durva kamera kerül a készülékbe, méghozzá a Carl Zeiss lencséjű dupla hátsó kamerával érkezhet a készülék, 12 illetve 13 megapixelesek lesznek a felbontások, illetve az elülső kamerája 16 megapixeles lesz. Ez érdekes, hogy az első kamerának nagyobb a megapixel száma legalábbis, mint a hátsó kameráknak. Illetve a hangrendszer is állítólag eléggé jól meg lett csinálva benne. A Samsung az előbb beszéltünk, menjünk tovább. Sony,
A Sony hétfőn reggel elsőként tartotta a sajtótájékoztatóját, és hát ugye már kiszivárogtak ott is a mobilról képek, videók, hogy miket fognak bemutatni, ugye az Xperia XZ2, illetve XZ2 kompakt mobilokról van itt szó, amiket itt be fognak mutatni, szintén 18-9-es kijelzők, bivajerős Snapdragon 845-ös processzor került bele, ugye ezt a Samsung bemutatójánál mondtam, hogy ott csak 835-ös a Snapdragon, tehát itt az egyel erősebb kategória került be, ami igazából egy 15%-kal azt jelenti, hogy gyorsabb, tehát érdekes, hogy a Samsung csúcsmobilja az most, ha processzor teljesítményt nézzük, nem a csúcs kategória. Hát csúcs kategória, de nem a legcsúcsabb, hiszen a Sony nem is annyira csúcskészüléke, be erősebb processzor került. Valószínűleg a kamerája is majd egész ügyes lesz, ugye ha Sonyról van szó, akkor azért mégiscsak lehet tudni, hogy kamerafronton ők eléggé rendben vannak, illetve ők az egyik legnagyobb kamera beszállító. Úgyhogy a ma kapható mobilok nagy részében egyébként Sony alkatrészek vannak, tehát egyáltalán nem meglepő, hogy itt is a kamera valószínűleg, ami a leghangsúlyosabb. Az Asus. Az Asus holnap fogja a Zenfone 5-öt bemutatni, amely ugye nagyon nagyban hajaz az iPhone 10-re. A kijelzőn ugyanúgy lesz egy kis notch, tehát ugye ez a kis betüremkedés. Nem tudni, hogy ez most direkt lesz-e így, vagy csak nekik is így sikerült megoldani. A telefon light verziójában állítólag lenyűgöző felbontású dual kamera lesz, hátul 2x20, elől pedig 2x16 megapixellel, tehát ha azt nézzük, hogy itt is a kamerára helyezik a hangsúlyt, és a megapixelekben történt növekedés, akkor megint csak, ha Samsunghoz akarjuk egy picit hasonlítani ugye az S9-hez, na, akkor bizony le vannak maradva, hiába a kamerára hegyezték ki. Ha most a megapixelek számítanak, ugye ezt is sokszor megbeszéltük, hogy nem annyira a megapixelek számítanak mindig, de itt például az Asus esetében azért megapixelben elég jókora növekedést lehet tapasztalni. Ráadásul ugye dupla kameráról beszélünk, és két darab 20 megapixeles kamera van a hátulján, tehát hogy azért valószínűleg ez tudhat valamit. Szintén 845-ös Snapdragon-t kap, tehát ez is erősebb, mint a Samsung Galaxy S9-es, illetve 6 giga RAM-ot pakoltak bele, és ez csak idézeltél, most ezért nagyon lefitymáló volt, de szóval ez az M-phone, kérem szépen. Tehát, hogy nem egy Uber csúcs kategória márka, legalábbis ha a nevét nézzük, ugye egy Asus, mert nem is olyan rossz, az Asus egyre inkább följövőben van, de mobil piacon nem annyira a legmárkásabb névnek számít, mondjuk ki. Ehhez képest egy olyan telefon dobnak itt a piacra, ami, hát ha most így nagyon szőrszálhasogató akarok lenni, akkor ez is jobb, mint az S9. Úgyhogy Samsung annyit szüttyögött az S9-el, meg az Oreo-val, amit még mindig nem sikerült kiadni, hogy bizony lemarad. És pedig itt csak pár hónapokon múlnak a dolgok. LG. Az LG már ugye jó előre lelőtt a poént, és egyelőre csak a tavaly ősszel bemutatott V30-as továbbfejlesztett változatával rukkoltak elő. A kamera mesterséges intelligenciát kapott, ezáltal elemzi a látott objektumokat, és a lehető legjobb beállításokkal képes exponálni. Valamikor később adnak majd hírt a G7-esről, hogy ne a rivális gyártókkal egy időben kelljen a felhasználók figyelméért vetekedni, ezért egy picit későbbi időpontban fogják majd bemutatni az aktuális évi csúcskészüléket, ugye a G-szériás, G-széria az LG-nél a csúcskészülék. És akkor a kínaiak, nézzük a Vivo-t. A kínai gyártó elsőként dobott piacra kijelzőbe épített új lenyomatolvasót. A pletykák szerint most még valami nagyobb dobásra készül. A Techradar szerint a cég jelen lesz az idei Mobile World Congress, vagy jelen van az idei Mobile World Congressen, és az Xplay 7-es telefonjában 10 GB-nyi memóriát, 256, illetve 512 GB-os tárhelyet fog belepakolni, amire ugye a laptopot használók is csak irigykedni tudnak. Tehát ha belegondoltok, hogy itt mikről beszélgetünk, hogy egy telefonban 10 giga memória van, tehát egy laptopban nincs annyi általában, és akár 512 gigabájtos tárhely, ami ugye azt jelenti, hogy mintha egy SSD-ből 512 gigás SSD lenne egy számítógébe, és ez egy telefon.
Ugye gamer telefonról beszélünk, a neve is mutatja, ugye Xplay. Hát más kérdés, hogy mobilokon milyen olyan játékok vannak, ami ekkora teljesítményt igényelne. Ezt majd eldöntik ők, vagy nem is tudom, hogy itt most csak azt mutatjuk meg, hogy mennyire, mit tudunk, vagy ennek van lesz-e tényleges haszna is. Ez is majd kiderül. Aztán a Xiaomi, amely most először lesz saját standdal kint a Mobile World Congressen, lendületesen növekvő kínai cégnek lehet nevezni, ám előzetes pletykák szerint Barcelonában nem hoz semmilyen új mobilt. Ez érthető is, hiszen a fő piaca Ázsiában, illetve Indiában van. A Xiaomi új csúcsmobilja, ugye az Mi Mix 2S, majd március végén fog bemutatkozni, már esett erről is szó gyakorlatilag, hogy itt aztán pláne kihegyezték arra, hogy a kijelző az teljesen befedje az előlapot, és ne legyenek semmiféle keretek, hát majd kiderül, ezt mennyire sikerül tartani. Google! A kereső óriás és az Android gyártója értelemszerűen az utóbbi témáról, az operációs rendszeréről tart majd bemutatókat. További 30 országban tervezik bevezetni ugye az asszisztensüket idén, és ezt fokozatosan aktiválják újabb és újabb nyelvekre. Most élesedik majd az Arc Core technológia is, amivel a Google kiváltja a hardveres Tango projektét. Így gyakorlatilag bármilyen modernebb és erősebb telefonon képes lesz majd megjeleníteni a kiterjesztett valóságot, tehát ugye AR képessé teszi majd szoftveresen azokat a mobilokat, amelyek erre hardveresen megfelelőek. Ennyit tudunk újra, a Pixelről még semmi, azt majd ugye az IO konferencián valamikor tavasz végén, nyár elején fogjuk megtudni. A Microsoft, hát ugye ők nem nagyon utaznak mobilban, legalábbis ugye tavaly most már véglegesen bejelentették, hogy fölhagynak a mobilok, legalábbis a mobil operációs rendszer, illetve a telefonoknak a fejlesztésével. Ennek ellenére azért a Surface vonalon erősödnek továbbiakban is. Laptopot hoztak természetesen, és ezek közül is az ARM megoldásokat a Mobile World Congressre. Windows 10 ARM változata, illetve az ehhez kapcsolódó laptop megoldások. A Redmondi cég állítólag kihozza a kiállításra a Qualcommal együtt a Windows 10 for ARM gépeket, amelyek közös jellemző, hogy folyamatosan a neten tudnak lógni, éppen úgy, mint a mobilok, és közben rendkívül jó a fogyasztások, végigbírnak akár egy teljes napot is egy feltöltéssel. Hogy egész pontosan ezt hova fogják pozícionálni, ez egy jó kérdés, mert hogy elég drágák lesznek azért ezek a laptopok, és igazából ugye programok futtatására majdnem, hogy alkalmatlanok lesznek, ténylegesen csak az alkalmazásokat lehet majd rajtuk futtatni, tehát kicsit olyan, mintha a Windows 10S változat lenne fönt, csak nagy valószínűség az is lesz fönt rajtuk, tehát csak és kizárólag a Microsoft Store-ból letöltött alkalmazásokat lehet majd rajtuk futtatni. Az meg ugye kérdés, hogy egyelőre mennyire elegendő egy átlag embernek, aki mondjuk lehet, hogy bármilyen programot az internetről letöltve szeretne futtatni, és nem pedig csak az áruházból bevásárolni. Ez mondjuk azért eléggé, elveti a kedvét azoknak, akik esetleg mondjuk látnak ebbe fantáziát, mert kinézetben biztos jól fognak kinézni, ugye HP, mint partner ott figyel, szintén az Asus, Acer, akik ugye gondolkodnak, illetve nem csak úgy gondolkodnak, hanem azért partnerségi viszonyban vannak a Microsofttal, és jönnek ezek a készülékek az idén. No! Hát ennyit erről, természetesen szépen sorjában tudok nektek egy-két információval szolgálni arról is, hogy például már elhangzott itt az előbb a Sony, akkor arról egy kicsikét komolyabban képeket tudok nektek mutatni. Így néz ki a hátulja a készüléknek. Kicsit ilyen domborodó hátsót kapott, maradjunk ennyiben. Nem néz ki rosszul, bár kérdés, mert ez itt nem annyira látszik, majd ugye talán találunk egy olyan képet, amin oldalról is meg, vagy ez mennyire teszi vastaggá a készüléket, de minden esetre egy kicsit ilyen
ilyen alakja van, ezt nem is tudom, hogy hogy nevezze, egy kicsit ilyen kagyló formájúra sikeredett. Állítólag könnyebb kézben fogni és kényelmesebb tartani, hogy ilyen alakú a telefon, ezt mondják. Mondja ezt a Sony, aki egyébként, ő volt az első, aki olyan lapos és vékony telefon csinált, hogy gyakorlatilag pont, hogy kényelmetlen volt fogni. Tehát emlékszem az első Xperia készülékekre, hogy olyan laposak és vékonyak és nehezek voltak, hogy egyszerűen nem állt az embernek a kezébe sehogy bele. Most pont ezen a fronton próbálnak valamiféle dolgot ezzel a homorítással, vagy domborítással, és ők is hátrapakolták az új lenyomatolvasót, ami egyébként annyira nem jellemző a Sonicra szintén. Úgy néz ki, mint egy hátára fordított teknős. Ezt mondják. A domború új lenyomat gyűjtő üveg hátlapon csak úgy pörgött a telefon, amikor a barcelonai Mobile World Congress-en letették a pultra, és körbefotózták. Nagyon emlékeztetett egyébként a telefon, vagy nem emlékeztetett mindenkit a telefon a HTC U11-es verziójára. Az is ilyen csillogó üvegből van, legalábbis a hátlapja, és egy picit ilyen buci formájú, itt a cikkben buci formájúnak hívják. Hát én nem tudom ezt így hogy nevezzem. A Sonynak nem igazán sikerült eltalálni, hogy mi számít menőnek manapság, ez egy vélemény. Ez a domború hátlap inkább már pár éve ezelőtti formatervezést idéz, és a közel 200 grammos súly pedig bődületesen sok, tehát egy nehéz mobilról beszélünk. A legkisebb kompakt verzió is 168 grammos ebből a készülékből. HDR, tehát ők is a kamerára mentek igazából rá, szintén tudja a 960 fps-es lassítást, full HD felbontásban is akár, ez mondjuk a Samsung Galaxy S9-el ellentében, amely csak 720p-ben tudja, a Sony Xperia ZX2-es, ez viszont meg már full HD-ben is képes 960 képkockát lerögzíteni másodpercenként, és maga a kamera nagyon nagy dinamika tartományban képes rögzíteni, ugye ez a HDR+. 4K-s felbontásban 10 bites HDR felvétel készítésére képes. Tehát ez brutális, tehát ez már szinte vetekszik tényleg a mozikamerákkal, úgyhogy nem elég, hogy már tényleg nincs szükség az embernek egy videókamerára lassan, hanem a mobilja is megoldja ezeket a funkciókat lassan, már mozis kamerára sincs szükség, egyszerűen mobillal is lehet mozifilmeket készíteni. Természetesen azért a szakmában, ha most valaki, akkor biztos jó nagyobb sziszem meg felrobban, hogy miket beszél az ember itt, de minőségben kétségtelenül állítólag ez nagyon brutális. Hát az állítólagokat mindenhol oda tudom tenni, mert ugye hát most bemutatták, prezentáltak, egy prezentáció mindig minden szép és jó. Ez majd a gyakorlatban derül igazából ki, hogy valójában mennyire használhatók ezek. Természetesen ezekbe a készülékekbe is 845-ös Snapdragon került, 4 giga RAM, ezt már az előbb mondtuk, vezeték nélkül tölthető LTE-ből a legújabb, tehát 1,2 gigabites van, tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy én most nem akarok rossz májú lenni, de ugye itt a Samsungra várt mindenki az S9-re. Oké, hogy kiszivárogtak róla mindenféle információk, de itt legalább 3-4 mobilt felsoroltam már most. És még csak az első napon vagyunk ugye a mobil kiállításon, amely már most teljesítményben legyőzi az S9-et. Na, akkor most ilyenkor mi következik? Majd emészgetjük, azt gondolom. Ettől függetlenül ugye a Samsung, mint a legnagyobb mobilgyártó, nem hiszem, hogy túlságosan le lenne törve ettől, hogy nem lesz olyan nagy kereslet az S9-re, mint az S8-ra volt, az szinte borítékolható ebből kifolyólag. Na, meglátjuk. Ezt majd igazából egy negyed év múlva tudjuk körülbelül eldönteni, hogy ez most mennyire mondható egyáltalán kudarcnak. Én nem szeretnék ennyire negatívan beszélni róla, már csak azért, mert sokan várták, meg tényleg azért a horderej, horderő az ott volt, horderej, tehát hogy a horderő az azért ott volt, csak hát mondom, tehát így hogy megnézzük és összehasonlítjuk a többi mobillal, azért annyira nem Uber, sőt, hát hogy 3-4 olyan valami simán túl tesz rajta. Na, még a Huawei-nek a laptopjáról beszéljünk egy picit, amely egy nagyon érdekes funkciót kapott, méghozzá egy kémelhárító gomb került bele.
Na, nem kell semmi rosszra gondolni, csak annyira egy érdekes koncepció, ezt majd lehet, hogy mások is fogják valamikor alkalmazni. Elrejtették benne a kamerát alapból. Tehát igazából nem látszik a kamera, csak amikor használod, akkor mondjuk úgy, hogy nyílik ki a kamera. Mindjárt megértitek, miről beszélek. Ugye, ahogy már az előbb mondtam, a Huawei nem annyira a telefonokra koncentrál, azt majd kicsikét később, most bemutatta a laptopjait, méghozzá a MateBook X Pro-t, amely hát igazán jó kis laptop lett, mutatok róla képeket, tehát hogy gyakorlatilag a MacBookokkal kívánnak versenyezni, ami azt gondolom, hogy így első ránézésre ez egész hihető is, és talán még így rá, csak egy fotó alapján azt mondom, hogy ez lehet, hogy sikerült is. Mindjárt mondom, mi van benne, és akkor meglátjátok, és akkor tuti mondhatom azt, hogy ez így bizony túl is szárnyalt a bőven a történeten. Azon ugye meg sem lepődünk, hogy folyamatosan a MacBookot említette ugye a Huawei vezérigazgatója. Az Apple gépe a jó hordozhatóságot igénylő felhasználók körében még ma is jó referenciának számít, hiába van számos erősebb vagy jobban felszerelt PC. A MateBook X Pro laposabb egy 13-szoros MacBook Pro-nál, és úgy alakították ki, hogy egy 13,9-szoros és 3000x2000 pixeles érintő kijelző férjen el rajta. Tehát, hogy érintő kijelző, ugye? Az Apple-nél még ilyet laptopban nem is nagyon hallottak, ugye, mert hát arra minek? Hát ott van az iPad, mit érintsünk itt laptopot. Ez bizony érintő kijelzős. A gép csupán 1,33 kg-os, és figyelem most, hogy mi van benne, hát a MacBook az még messze jár ettől. i7 8. generációs, 8850-es sorozatú processzort kapott. Nvidia GeForce MX 150-es grafikai lapka található benne, amely természetesen ugye elég jól jön majd a videó vágáshoz, meg egyéb multimédiás dolgokhoz, sőt még a játékokkal is bőven, de bőven megbirkózik. Az akkumulátora 57,4 watt órás, amely állítólag 12 órányi videó lejátszásra, vagy közel 15 órányi irodai munkavégzésre elegendő. Néhány mókás multimédiás extra is elfér a laptopban, közöttük egy külön mélynyomó a szokásos magas sugárzó mellett, de a legviccesebb a kamera elrendezése, amely a hatalmas kijelző mellett már rá sem fért ugye magára a kijelzőre, és egy elég szokatlan megoldással éltek, berejtették az egyik gomb alá. Hasznos lehet ez, mindazoknak, akik ugye alufólia sisakban, szikszalaggal, leragasztott kamerájú laptopokkal élnek, nehogy kémkedjen valaki utánuk. Kicsit félő, hogy idővel elromlik a gomb mechanizmusa, de talán elég masszív a felépítés ahhoz, hogy ez ne történjen meg ha vigyázunk a laptopra, akkor talán ez nem történik meg. Így kell valahogy elképzelni, amiről gondolok. Az F6 billentyű alá került gyakorlatilag a kamera. Nekem nem ez a bajom vele, hanem az a bajom vele, hogy ugye általában a laptopoknak a kamerája amúgy is kicsit alul komponált, mert ugye fölötte ülünk. Tehát ha megnézitek, én most tanítom a kamera alkalmazásomat, és akkor jól látható lesz, ha minden igaz, igen, itt vagyok, így néz ki a stúdiónak az a rész, amit ti nem láttok, hála Istennek, de most megnézhetitek. Mutathatod, Gábor, igen. Most feleslegesen teljes képernyőben jobban örültem volna, de mindegy, tehát hogy így is olyan alul komponált a kép. Tehát az embernek látszik a tokája, de mondjuk ez csak én vagyok, alul komponált. Ami ugye azt jelenti, hogy itt van a kamera, fölül van a kamera, tehát a laptopom teteje, ami itt ebben a síkban helyezkedik el, így a tenyerem talán mutatja az irányvonalat. Ha most jobban kinyújtom magamat, és ugye nem lenne ilyen nagy kezem, akkor megpróbáljuk megmutatni, akkor gyakorlatilag a laptopnak a kamerája az jelenleg, ha most egy egyenes vonalat húznék, van itt valami olyan egyenes hosszú, ami mindegy, megpróbálom a kezemmel mutatni. Tehát nagyjából egyébként itt van a kamera, ilyen magasságban van hozzám képest a kamera. Tehát a nyakam magasságában van, ergo, hogy mivel a nyakam magasságában és a fejemet kéne mutatni, már alapból alul komponált lesz. Na most, ha bekerül a kamera
és akkor ezt már a szembe kamerában mutassuk. Kérem szépen, ide! Hát az milyen alulkomponált lesz már? Akkor az valahogy így fog kinézni. Most megint bemutathatjuk a... aki, tehát körülbelül így fogunk belenézni majd a kamerába. Mondjuk abból a szempontból úgyis, mire az ember lefelé néz, tehát a képernyőt nézi, úgy már oké, okay, de azt gondolom, hogy nagyon alul komponált lesz majd az a kép. Tehát nekem inkább ez a bajom vele. Egyébként az ötlet rendkívül jó, tehát tetszik, tehát ha már nem fér a kijelzőbe, bár egyébként szerintem simán odaférne, tehát azért, ha megnézzük ezeket a képeket, egy kis pötnyi hely, azért ott van fönt, ahova azért a kamera beférhetne, még egyszer mutassuk meg, tehát egy kis pöttyi hely azért biztos van ott, ahova egy kamerát ide lehetne tenni, tehát nem kell annak az olyan nagyon nagy hely. Vagy még jobb ötletem van, hát miért nem, most ez persze hülyén néz ki, persze a dizájn kérdése, miért nem lehet ilyen fölhajthat, ennyire olyan fölhajtható, és akkor hátulról így fölhajtó. Vagy ki lehet tolni, tehát hogy mit tudom én, egy gomnyomásra kijön innen. És akkor egy kicsit így kitüremkedik. Aztán nem kell, akkor lecsukod, vagy megnyomod, mint az SD kártyáknál. Ezt is tudom mutatni. Tehát itt az SD kártya, megnyomod, kijön az SD kártya, ez a kamera. És akkor, ha meg nem kell, akkor meg fogod, azt visszanyomod. Megnyomod, kijön a kamera, benyomod, nem kell a kamera. Tehát, hogy én inkább valamilyen megoldásra gondoltam volna, de az elképzelés jó, hogy rejtsük el a kamerát, mert ugye nagyon sokan leragasztják, meg ugye félnek ezektől a dolgoktól, nyugtassuk meg őket, és nincs ezzel gond, oké. Okay. Úgyhogy formatervezőben egyébként gyönyörű lett a készülék. Mennyire veszi fel a versenyt majd természetesen a MacBook Pro-val, az egy más kérdés. Szerintem felveszi, teljesítményben bőven. Windowsról beszélünk, ami ugye azért még mindig, a OS X az hol van a Windowshoz képest, ugyebár, tehát, és az árcédula is azért hát jó vastagon fog, nem tudom, mert nem írnak pontos árat, de nagy valószínűséggel azért jóval olcsóbb egy MacBooknál. Na ennyi. Kíváncsian várom a véleményeteket, ha elindítottuk volna a Facebook adást. A nagy kapkodásba, ugye? Na, hát akkor most indul a Facebook adás, úgyhogy a Facebookosokat most köszöntöm. Eddig a weboldalon is figyelemmel kísérhettétek az adást. Minden esetre most akkor már a Facebookon is várjuk a hozzászólásokat, a videó mellé is írhattok, mert most már sikerült elindítani, de megnézem, hogy írtatok-e azért, ugye, hiszen a Facebookon azért lehet máshova is írni, ugye a látogatói bejegyzésekhez is. Ott azokat fogom akkor elsőképp első körben csekkolni. Rendben. Robi írja nekünk, meddig jó az Android 5.1.1-es január 1-i frissítés van rajta. Oprendszert nem lehet frissíteni. Telefont sem tudok cserélni, nincs rá keretem. Meg tudod mondani, hogy ez a Samu S3 2016-os meddig tudom használni még? Nagy játékokkal nem játszok, a válaszodat előre is köszi. Hát figyelj, addig tudod használni, míg működik. Tehát, hogy régebbi az operációs rendszer rajta, attól még működik a készülék, tehát ezzel nincs gond, csak a frissítések nem feltétlenül biztos, hogy még jönnek rá, de azt mondta, hogy január 1-i frissítés, tehát az idén január 1-én, akkor ezek szerint ez a készülék még megkapta a frissítést. Egyébként a 2016-os modell az azért nem egészen két éves. Tehát ugye két évig minden gyártó szokta azért a biztonsági frissítéseket eszközölni, még ugye a közepes vagy alsó középkategóriás készülékekre is, mint akár az J3-as. Tehát azt gondolom, hogy azon kívül, hogy nem fogsz rá valószínűleg új Androidot kapni, tehát ez már ez marad, nem hiszem, hogy kiadnák rá a 6-ost vagy a 7-est, hát a 8-as meg biztos, hogy nem. Ettől függetlenül használni még tudod. Tehát a játék, mert ugye ezzel jött itt nekem, hogy nagy játékokkal nem játszhat, ez a telefonnal nem is, tehát hogy valószínűleg. Úgyhogy használni addig tudod, amíg működik. Kész, tehát erre ez a legjobb válasz. Tehát olyan nincsen, tehát ne képzeljük azt, mert a kérdésedben nagyon naívan azt igyekszem kihallani, vagy azt vélem kihallani, hogy
hogy te azt gondolod, hogy egyszer csak kenyec, és akkor valaminek beszüntetik a támogatását, akkor azt nem lehet használni többet. Hogy ne lehetne? Hát olyan telefon, nekem van egy régi telefonom, ugye a 2-vel ezelőtt, vagy 3-mal ezelőtti telefonom, amely pont valamelyik nap bekapcsoltam, csak kíváncsiakképpen, hogy egyáltalán milyen állapotban, és működik. És azon ice cream sandwich van, tehát 4.0-ás Android van rajta. Egy iszonyú régi telefon, de meglepően, hát az túlzás, hogy gyors, de a maga módján egyébként egész jól működik. Úgyhogy, és az egy 2010-es, 11-es, tehát egy 7-8 éves telefon. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem ez nem ezen múlik, hanem azon, hogy mennyire vigyázol rá, mennyire számít elavultnak, és mennyire vagy vele megelégedve, mennyire tudod használni. Tehát, hogy, mert természetesen ha itt rólad szól, tehát ha neked már nem jó, akkor lecseréled. Most az, hogy nincs rá keret, az, bocsánat, hogy ezt mondom, de egyéni szociális problémád, tehát hogy majd megoldod, lehet a szolgáltatótól már 0 forintért kihozni telefonokat részletre, tehát az, hogy nincs rá keret, én ezt megértem, pláne a mai világban, meg a mai telefonárak mellett, pláne ha az ember csúcskategóriásat, vagy mondjuk egy kicsikét jobb, közép-felső kategóriás telefonban gondolkodik, de egyébként ilyen belépő szintű kategóriás készülékeket, tehát mondjuk egy ilyen J3-as kategóriájút, 2017-eset, vagy most már megvárod a 18-asat, mondjuk szerintem azt is úgy nyár előtt még kihozzák, azok azért nem lesznek olyan őrületesen nagyon drágán kaphatók, ráadásul még ezeket a készülékeket is ki lehet hozni a szolgáltatótól a részletre, tehát szó szerint 0 forintért, tehát nem kell érte semmit fizetni, bemész, természetesen a havi előfizetési díjadba kompenzálják majd valahogy, tehát ott az lesz magasabb, és akkor részletre ki tudod hozni. Tehát így tudsz telefont venni, meg mindenki így tud telefont venni, már aki ezt a konstrukciót választja. Ennyi. Aztán lemaradt, hogy melyik laptopot ajánlod, ami érintő kijelzős, és nagyon brutális rajzokat is lehet vele végezni, és nem drága. Aztán a nagyon brutális rajzokat azt nem vágom, tehát hogy brutális rajzokat. Hát érintő kijelzős laptopot már ilyen 50-60 ezer forintért lehet kapni ilyen egyszerűbb Celeron kategóriás valamit, tehát hogy gyakorlatilag a határa csillagos ég már ebben is, mert természetesen van olyan is, ami tessék a most megjelent ugye MateBook is egy hasonló kategória, valószínűleg a kettő között az óriási különbség van. Hát ilyen 100-150 ezer forint között már ilyen i3-as, még lehet, hogy i5-öst is sikerül esetleg beszerezni, ez gyártó függő, a kevésbé márkásabb gyártóknak, vagy akár egy közepesen márkás gyártó is néha akciózva azért i5-ös készüléket is 150 ezer forintért szokott ajánlani, úgyhogy csak szemfülesen figyelni kell időnként a hirdetéseket. Ennyi, amit ezzel kapcsolatban mondani tudok. Meg hát arra figyelj, igen, hogy az érintő képernyő azért az mindig luxusnak számít, holott az előbb mondtam egyébként, hogy ilyen 50-60 ezer forintos laptopoknak is van, de az, annál kimondottan az a lényeg, az inkább egy táblagép, tehát nem a teljesítménye az, ami a nagyon erős. Ezt a rajzot, ezt próbálom közben gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy rajzolgatni, tehát magához a rajzolás, az nem olyan brutális nagy hardware. Én azt gondolom. Attól függ, miben rajzolgatsz persze. Mert a 3D-ben tervezel, ahhoz kell. De ha Paintbe akarsz rajzolgatni az újaddal, ahhoz nem kell. Tehát... De mondjuk 3D-s tervezéshez meg 100-150 ezerért nem kapsz laptopot. Tehát, hogy más. Tehát az a baj, hogy olyan kategóriákat akarsz, hogy olcsó is legyen. Tehát persze ez mindig ilyen egyértelmű, tehát mindenki ezt akar, hogy olcsó is legyen, de jó is legyen. Olyan nincsen. Tehát valamiből engedni kell. Vagy az olcsóságból engedünk, és akkor veszünk drágábbat, vagy a legjobbból engedünk, és akkor kevésbé lesz jó, és így lehet közelíteni akkor ahhoz az árhoz, amit írtál. Tehát ezért mondom, hogy egy i3, i5 kategóriában lehet gondolkodni, ez nem brutális, érintő, kijelzős megoldások is vannak már ennyiért. Aztán István írja, hogy sajnos a többi csúcsmobil sem sokkal olcsóbb. Hát nem. És egyik csúcsmobil sem olcsó, ezt már megbeszéltük. És itt most az iPhone-t linkelted be.
Igen, mert ugye ez megint ilyen sztereotíp történet, hogy mindig az iPhone-ra mondjuk, hogy az ilyen brutálisan drága. Aztán most azért csak kiderül, hogy más mobilok is elég drágák, ez pontosan így van, ezt én már szajkózom egy ideje. Mostanában a csúcsmobilok ára az megy fel bizony a csúcsra, ha már a nevükben benne vagy a csúcsmobilok. Tény, hogy azért az iPhone 10 az még a csúcsmobilok közül is a legdrágábbnak számít. Tehát, hogy lehet azt mondani, ha már itt kekeckedni akarunk, hogy most itt látjátok, most már minden mobil drága, hogy már nem csak az iPhone. Először is ez most én így, nem csak az iPhone. Hát igen, ez az egyik. A másik viszont az, hogy az iPhone még mindig a legdrágább. Tehát, hogy ettől függetlenül még ezt a pozícióját nem veszítette el, hogy ő a legdrágább. Attól, hogy most már többi mobil is drágul hozzá. Azért most beszéltünk róla a legújabb S9, ami azért most csúcs kategória, még hogyha teljesítményben van is némi kivetnivaló ebben a csúcs kérdésben, mi is számít csúcs kategóriának manapság, legalábbis a többihez képest. Itt is azért 300 ezer alatt van, 280 ezer forint környékéről beszélünk. Az iPhone-nál még tessék hozzáadni legalább egy százast. És onnan indul. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha egy egészről beszélünk, akkor azért a kétharmadáért még megkapod a mai csúcsmobilt, tehát amit tegnap mutattak be. Nem a tavaly nyáron bemutatottat. Tehát, hogy ettől még az iPhone marad a legdrágább. Jó? Tehát, hogy ha már mindenképpen erre akarunk ide kiukadni, kérem szépen. Jó, na, videó melletti hozzászólások azért csak beindulnak. Elnézést kérünk, csak itt a nagy kapkodásban szokás szerint minden. Tök be volt állítva, csak a startra nem lett rányomva. Ez van, néha előfordul, túl hétfő van. Tamás írja nekünk, vagy írná nekünk, de ezt nem tudom elolvasni. Úgyse tudom elolvasni. Miért jó az, hogy a Facebook ilyeneket csinál, hogy begradienteli a tetejét? Most olvasd már ezt, mutasd meg a nézőknek, hogy nem én vagyok a hülye. Ez mire jó, gyerekek? Zuckerberg bácsi, ez mire jó? Hát olvassa már valaki. Tamás, várjál, azon a képernyőn talán látom. Szia, Wendy. Azt, esküszöm, nem látom. Azt szeretném kérdezni, igen, Windows 10 frissítés után megjelent egy mappa, a címekhajtó, Windows Old néven, oké, megvan mérete, 21 giga. Szerinted ez a mappa törölhető, vagy hagyjam? Köszönöm szépen a választ. Erről annyiszor beszéltünk, kedves Tomi, már, hogy igazából igen, törölhető, de ne úgy törölt, hogy megfogod és letörlöd, hanem tessék a lemez karbantartót használni. Mutatom. Jó, akkor beszélünk az ismétlés, a tudás jó édes anyukája. Lemezkarban tartó, elkezdjük így beírni, mutassuk, ide így, tik, lemezkar, elkezdjük beírni, én már csak annyit írtam be, és ott van lemezkarban tartó. Elindítja az ember a lemezkarban tartót. Aztán ott begyűnnek szépen ezek az ilyen mindenféle dolgok, amiket egyébként bőven lehetne törölgetni, és lesz egy olyan rendszer fájlok törlése, ráklikkolunk. Most itt elkezdi összeszedni a rendszerfájlokat is, az ott el fog tartani egy ideig, közben itt mozgatom, hogy egy jó elmozduljon itt minden a képernyőn majd, nálatok is. Majd nagy káosz lesz ott mindjárt. Nem baj. Jó, belenagyítok, és akkor... Mindegy. Na, mutasd már! Közben megjött. Na, visszaugrott ez, de itt vannak már a rendszerfájlok. Idéglenes Windows telepítési fájlok, nekem még nagyon kevés van, mert én töröltem, de itt meg fog jelenni egy olyan, hogy előző Windows verzió, valami ilyesmi történetek, azt nézem, de nekem most itt nincs ilyen. De van, tessék, Windows Update törlés, 2,3 giga nálam is. Tessék, beklikkeljük, nálad lesz egy olyan előző Windows verzió, vagy ilyesmit, mert ugye a Windows Old, akkor az azt jelenti, hogy komplett disztribúciót frissítettél. Rányomol, és akkor megkérdezi, biztos, hogy végleg törölni akarja? Igen. És akkor elkezdi szépen ledorálni, és le fogja törölni akkor neked a Windows Old mappát is. Jó? Ennyi. Így törlünk. Tehát persze lehetne manuálisan is, de akkor így például ezek a registry bejegyzések ott maradnak, már káosz van, tehát, mert akkor jelzi, de még sincs benne, tehát hogy inkább
hivatalosan a programmal, tehát a lemez karbantartóval töröljünk mindig. Az a tuti, jó? Tehát manuálisan azért nem illik. Már csak azért sem, mert ugye visszaállítható a régi, természetesen innentől kezdve nem lesz visszaállítható, de a menüben még mindig az lesz, hogy visszaállítható. Nehogy Isten rányomsz, össze magát az egész Windows úgy, ahogy van. Tehát ilyet ne csináljunk, hogy kézzel törlünk rendszerfájlokat, amúgy sem biztos, hogy engedi. Innen a lemez karbantartóból töröljünk. Telefonálunk van. Halló, halló! Halló, halló! Halló! Köszönjük szépen a türelmet, vagy a türelmetlenséget. Megyünk tovább. Azt írja nekünk Kristóf, ha nem akarod visszaállítani a Windows 8-at, vagy Windows 8.1-et, letörölheted nyilván. Igen, tehát ugyanígy Tamásnak a hozzászólására reagált Kristóf is. Mint mondtam, tehát inkább a hivatalos módon töröljük, jó? Gyuri egy linket tett be ide nekünk, hogy erről hallottam-e, és mi a véleményem az adblockerről. Na jó, kikapcsoljuk akkor ezen az oldalon, csak azért, hogy meg tudjam nézni. Mi ez? Mate 10 Pro. Hát hogy ne hallottam, de hát ez már mikori történet? Vagy várjál, nem. Igen, Mate 10 Pro autó. Megtanították a Mate 10 Pro-t autót vezetni. Hát ugye mesterséges intelligencia processzor, koprocesszor van ugye a Kirin 970-es a Mate 10-ben, Mate 10 Pro-ban. Úgyhogy mesterséges intelligencia az bizony meg tud tanulni autót vezetni, tehát ezzel nincs gond. Véleményem az az, hogy én azért nem a telefonommal vezetetném az autót, meg azért szerintem ez a milyen autót. Tehát, hogy valószínűleg, ha az én autómat elvezeti, akkor minden kalapomat leveszem, de valószínűleg ezt nem fogja elvezetni. Tehát, hogy... Értem én, hogy hova akarunk kiukadni, hogy majd esetlegesen később elég lesz az autókhoz annyi, hogy majd a telefonodon keresztül, gyakorlatilag a telefonod mesterséges intelligenciája képes lesz egy autót, amely valamilyen szintű önvezető megoldással, technológiával fel van ruházva, de mondjuk a vezérlés nincs meg hozzá, akkor később képes lesz a mobilen látni ezt a vezérlést. 20 év múlva beszéljünk erről szerintem. Ez még nagyon gyermekcipő. 20 év nem kell, 10 év múlva beszélhetünk erről. Egyelőre ez még nagyon gyerekcipő, azt gondolom. De az ötlet jó, biztos. Majd megnézzük ezt a videót, csak most így adásban ez így túl hirtelen jönnek ezek a dolgok. Ezeket adás előtt tessék nekem elküldeni. Délelőttönként, amikor így elkezdem nézegetni a nap folyamán, hogy milyen érdekességekről számoljak be, akkor ezeket elkülditek, akkor tudok róla bővebben is beszélni, ha utána járok, csak így most adásban. Hogy ne. Viszont van telefonálunk. Halló, halló! Szia, Vendi, Szabocs vagyok, csak az előbb megszakadtunk. Hello. Nem a türelmetlenség volt, hanem megszakadtunk az előbb. Ez a fránya internet, vagy matáv, vagy nem tudom. Nem na, tudom, ide. Ezek a pesti gangos épületek, ezek leszedik a télerőt. Igen. De azt akartam mondani, hogy néztem én is ezt a Samsung bemutatót, hát én sem voltam felragadtatva ez az S9-esre. Annyit láttam, Vendi, hogy ugye YouTube-on volt ez az élő közvetítés, uh-huh. Ami volt nekik a nyakukban egy ilyen kis kártya, és rá volt írva, hogy média. És ugye ezt a gyakorlatilag a tablet elégette maga ezt a kis kártyát, és akkor olyan, mintha megfogta volna az S9-est, azt láttad amúgy? Most én nem értem, nem hallottam az, hogy egy kicsit akadoztál, úgyhogy nem értettem a felét. Igen, tehát azt akarom mondani, hogy akik ott részt vettek ezen a konferencián, igen. Volt egy ilyen nyakba akasztós kis kártyájuk, és azt igen. Maga a tablet elé tette, és akkor gyakorlatilag a tablet egy olyasmit adott ki, mintha megfogta volna maga az S9-es telefon. Tehát a kártyát tartották, de viszont úgy jött ki, mintha a telefon tartotta volna, azt láttad? Ja, igen. Ezt nem értettem először, hogy ez mi akar lenni, de szerintem itt ugye ezeket az NFC-s képességeket próbálták benne egy kicsikét ezzel prezentálni, vagy nem tudom, mit akartak vele pontosan elérni, de, aha. De érdekes volt. Nekem ez annyira igen, egyébként igen. Nem fektettem rá nagy hangsúlyt, mert nem értettem, hogy ez mi akar lenni. Tehát, hogy... Én sem amúgy. Hát amúgy tökre tényleg ugyanaz, mint az S8-as, tehát néztem itt az összehasonlítást, maga a kapacitást is, meg a méreteket is, meg az akkumulátort is. Ugye ez az az emoji, ami plusz, meg ugye a kettő kamera gyakorlatilag. Hát ezt a lassító funkciót, hogy várjál, a kettő kamera az csak a pluszban van. Tehát az egyébként az S8 pluszban is van, tehát ez sem újdonság.
Tehát, hogy azért ugye a kisebbik modellben ott nincsen? Igen, ott nincs benne azért. Úgyhogy, hát csak mondjuk megjegyeztem, hogy én sem voltam megelégedve ezzel a PS9-el. Túlságosan úgyhogy... nagyon vártuk, ez megint az a kategória, ez az, az igazság, egyre inkább azt veszem észre, és ez most már egy-két éve így van. Legutóbb, amikor ez volt, az iPhone 10 esetén volt így, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Annyira várjuk, annyira szivárognak, annyira mindenki még azt várja, hogy valami plusz lesz benne pedig, és nem. Tehát annyira előre megvan a boom, a kiszivárgások miatt, hogy gyakorlatilag utána mindenki, amikor bemutatják, akkor fittyetlen, ja, csak ez. Közben egyébként, ha nem derülnének ki dolgok, meg nem szivárognának ki, és csak itt tudnánk meg információkat, akkor úgy nem azt mondom, hogy akkor olyan nagyon meglepődnénk, mert olyan nagyon nagy újdonságok vannak benne, mert nincsenek. De úgy azért mégis más lenne szerintem a hozzáállás. Csak az a baj, hogy ez manapság már az összes gyártó esetében úgy van, hogy előre kiszivárog innentől kezdve. Nem üt akkorát, mint amekkorát üthetne. Meg a S9-es, tehát gondolkoztam rajta, de így inkább maradok az S8-as. Tehát itt a Magenta szolgáltató kínálja így kedvezményes rendszerek, hogyha a legmagasabb internet, a legmagasabb hangot, hogy gyakorlatilag potom pénzt, tehát ilyen 25-50 forintjával lehet. Hú, Szabi, nagyon-nagyon negyedét nem halljuk annak, amit mondasz egyébként, tehát valami nagyon rossz helyen vagy, tehát íreülgyileg. Jó. De amúgy is el kell, hogy búcsúzzunk, mert vége a műsornak. Jó, mindegy, majd legközelebb beszélünk. Rendben, köszi, hogy hívtál. Hello, szia. És hát mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet. Eddig tartott ma a Restart, majd holnap folytatjuk. Akkor is várjuk a hozzászólásokat. Bátran tessék hozzászólni. Szevasztok!